Mert egy nép azt mondta, elég volt. Márai Sándor a világirodalom legendás alakjának sorai állnak azon az emlékművön, melyet ünnepi műsor keretében avattak föl Hévízgyörkön az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. Az október 23-án délután 3 órakor kezdődő megemlékezés résztvevői Terék József népzenész tárogató játék alatt gyülekeztek az első és második világháborús emlékműnek is helyet adó hősök terén. A himnusz közös eléneklését követően Bazan Tibor, Hévízgyör község polgármestere, Pest megye közgyűlésének tagja, Komjáti István napló részletét hívta segítségül, felidézve a forradalom első napjának néhány pillanatát. A mi menetünk egyszerűen beleolvadt a tarka sokaságba. A tömeg magába nyelt bennünket nyomtalanul. Mi írók még egy darabig összetartottunk. A fiatalok lelkesedése áttüzesítette a mi szívünket, és szünös, szüntelem, velük kiáltoztunk. Éljen a lengyel ifjúság! Ha jól emlékszem, ez volt az első, amit kiáltottak. Sokan és igen erősen. A madástér házainak magas tűzfalai százszorosan verték vissza ezt a kiáltást. Majd meg ezt. Magyar zászlót akarunk. Kiabáltuk, és sodort bennünket a rettenetes áradat. Emlékszem, a Bajcsi-Zsilinszki útra fordultunk be, ekkor már elakadtak a villamosok. A kapuk előtt mindenütt tömeg áll. Tapsolnak és kiáltanak. Éjjeneznek. Mi is visszakiáltottunk. Kitűzni a magyar zászlót! Kitűzni a magyar zászlót! Pattog az ütemes kiáltásunk. S látjuk, ahogy a kipirult arcú fiúk s leányok serdülnek, perdülnek, s beszaladnak a kapuk alá. Egy perc sem telt belé, s a Deák tér melletti kanyarodónál a nemzeti színű zászló az első balkonon fellobogott. Ezt aztán mi tapsoltuk meg, és most már mi éjjeneztünk. A bevezetésként elhangzott részlet még a forradalom első időszakából való. Az már ebből is érezhető, hogy a magyar ifjúság, a magyar nép elszánt és mindenre képes hazájáért. Ma már tudjuk a későbbi történésekből, hogy valóban mindenre képesek voltak hazánkért. A kommunista diktatúra vezetői idegen harckocsikot hívtak a magyar forradalom leverésére. Annyira elszántak voltak az 56-os hősök, hogy sokszor puszta kézzel, vagy egy-egy fegyverrel vették fel a harcot a tankok ellen. Lelkesedésükben nem gondoltak arra, hogy lesznek hazárulók, akik idegen segítséggel leverik a forradalmat. 1956 hősei kötelességüknek tartották hazájukért, családjukért harcolni utolsó csepp vérükig. 60 évvel ezelőtt a szabadságért küzdöttek az 56-os hősök. Mi magyarok szabadság szerető nép vagyunk. Szabadság szerető, amiért mindig készen álltunk, és állunk mindent megtenni. Mindent megtenni, amikor haza úgy kívánja, még az életünk árán is. Szabadság szerető nép a magyar. 2016. október 2-án is bebizonyította, hogy szabadság szerető nemzet vagyunk. 60 évvel az 1956-os forradalom után nem fegyverrel kell küzdenünk szabadságunkért, hanem Európában elsőként megkérdeztük az embereket, hogy szeretnének-e a kötelező betelepítési kvóta szerint idegen vallású, szokású, hagyományú emberekkel együtt élni. A megkérdezettek 98%-a nem kíván.
örömmel tölt el, hogy Hévízgyörkön a népszavazáson való részvétel jóval az országos átlag fölötti 51,8%-os volt. Köszönet illeti ezért településünk felelősséggel gondolkodó lakóit. Felelősséggel gondolkodó lakóit, akik gyermekeiket, unokáikat, a jövőnket tartották szem előtt. Nem is tehettünk másként, hiszen a hazánkért életüket áldozó 56-os hőseink emléke kötelez. Kötelez, hogy mindig szabad és független nemzet maradhassunk. Magyar zászlót akarunk. Kitűzni a magyar zászlót. Kiáltotta 60 évvel ezelőtt a rettenetes áradat. Ezeket a kiáltásokat meghalva, 60 évvel a forradalom után méltó emlékművet állítottunk az 1956-ban a szabadságért életüket, szabadságukat áldozó magyar hősök, közöttük két hévízgyörki ember, Nagy József és Bazsik Károly emlékére. Méltó emlékművet állíthattunk Magyarország kormányának köszönhetően. És köszönjük Zabos István képviselőtársunknak, aki az emlékmű felállításának a munkálatait elvégezte. Végezetül Márai Sándor, Mennyből az Angyal című verséből idézve, köszönöm meg figyelmüket. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Ünnepi beszédet mondott Pest megye 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője Vécsei László. Ha egy kis történelmi kitekintést teszünk az 56-ot megelőző időszakra, fontos mozzanatként említhetjük, hogy 1950. október 26-án Ausztria visszanyerte függetlenségét. És mi magyarok hiába vártuk, hogy a szovjet csapatok ideiglenesnek mondott megszállása nálunk is véget érjen. Az ebbéli csalódottság, a nem javuló gazdasági helyzet, az állami szintű hazugságok, a nemzeti önérzet semmibevétele egyre csak rontott a helyzeten. Poznanyban június 28-án felkelés tört ki. Az első órákban még szociális követeléseket fogalmaztak meg a munkások, de a szovjet csapatok beavatkozása nyomán előkerültek a fegyverek. És ekkor már a politikai követelések is megjelentek. A mindössze egy napig tartó harcoknak mintegy 70 halálos áldozata és több mint 600 sebesült áldozata volt. A reformkommunisták körében nálunk is lázas ülésezések, tanácskozások kezdődtek, annak reményében, hogy a rendszer némi korrekcióval és a szovjet szuronyok erejével talán még megmenthető. Október 23-án azonban a Pesti utca népe másként döntött. Az elnyomorításra szánt nemzet megmutatta, hogy nem tűr tovább, ki akarja végre egyenesíteni a gerincét. És amikor polgármester úr beszédében megidézte, a létszámában és lelkesedésében egyre gyarapodó tömegre fegyverrel támadtak, akkor, mint Poznanyban a nyáron, Pesten is előkerültek a fegyverek. Fegyvert ragadott az ifjúság, és nem számlálta a sokszoros túlerőt. Mint Márai megírta, és mától majd itt is olvasható, a Hősök terén Hévízgyörkön, egy nép ekkor azt mondta, elég volt. Köszönettel és hálával tartozunk 56 igazi hőseinek, az októberi ifjaknak, a hősiességükért, hazaszeretetükért, tiszta áldozatos küzdelmükért, amivel kivívták az 1956-os forradalom és szabadságharc győzelmét. Hősökké lettek, akik megértették a történelmi idők és a nemzet hívó szavát. Megértették, hogy a hazát meg kell védeni. És ne essünk tévedésbe, október 23-a, mai nap, nem a gyásznapja. Ez nem a gyásznapja, hanem a győztes forradalom ünnepe. Hévízgyörk ma a 60. évfordulón emlékművet állít, emlékmű fog állni ennek a győzelemnek az emlékére itt Hévízgyörkön is. Október 2-án önök itt Hévízgyörkön
érvényes és eredményes népszavazáson tettek hitet hazánk új egysége mellett. Hiszem, hogy az új emlékmű. Ennek az új emlékműnek betonnál és kőnél is szilárdabb és maradandóbb alapját vetette meg az, hogy önök, az emlékmű állítói, 56. októberének lelkiségét máig hitelesen megőrizték. Ehhez tiszta szívből gratulálok önöknek, emelkedett hangulatú szép ünnepet kívánok Hévíz György minden polgárának, most, jövőre és a következő 60. évfordulón is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc jelképét ábrázoló emlékművet Szerenka Tibor, Pest megye közgyűlésének alelnöke, Vécsei László országgyűlési képviselő és Bazan Tibor polgármester leplezték le. Az emlékművet a hévízgyörgyi felekezetek lelkipásztorai áldották meg. Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat. Figyelj hangos kiáltásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, mert reggel eléd készülök, és várlak. Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek, Uram, örökké újonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet, mert te, Uram, megáldod az igazat. Körülveszed kegyelmeddel, mint pajzsal. Amen. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk, megvalljuk, hogy te vagy a történelem ura, és mi hisszük és valljuk, hogy a mi életünk a te kezedben van a legjobb helyen. Téged dicsőítünk, amiért van mire és van kikre emlékezni ezen a mai napon. Köszönjük, hogy vannak hőseink, akik a megfelelő időben olyan szemmel nézték az eseményeket, hogy meglátták, mi a tennivaló. Meglátták, mikor kell azt mondani, hogy elég volt. És köszönjük, hogy nem csak meglátták mindezt, hanem cselekedtek is. Cselekedtek, és így formálták a történelmet. Köszönjük, Urunk, hogy ma nekünk erre úgy lehet emlékezni, hogy büszkeség támad a szívünkben, ugyanakkor érezzük a felelősséget is, amelyet ezzel teszel a vállunkra. Tudjuk, Urunk, hogy sokféle döntéshelyzetben, sokféle életszakaszban vagyunk, és olyan nehéz a tisztánlátás. Adj nekünk olyan látást, amellyel te nézed ezt a világot, hogy mi is tudjunk jól dönteni, és annak megfelelően cselekedni. Add, Urunk, hogy legyen a te igéd, ami vezérünk, és legyen a te szent lelked, ami éltető erőnk. És így áldj meg bennünket, akár emlékezünk, akár éppen cselekszünk. A te dicsőségedért köszönjük neked mindezt. Amen. Mindenható örök atyánk, hálatelt szívvel mondunk előtted köszönetet, hódolunk előtted, és megköszönjük jóságodat, amelyel minket, méltatlan szolgáidat, gyermekeiddé fogadtál, és naponként újra és újra megáldasz minket. Kérünk, tekints le ránk irgalmasságodban a mai napon is, és add áldásodat erre az emlékműre, amelyet a 60 évvel ezelőtt élt, és a szabadságért életüket áldozó, vagy azt veszélynek kitevő elődeink bátorságára és szilárd erkölcseire emlékezve készítettünk, hogy azt a hősiességet, bátorságot és legfőképpen hazaszeretetet hirdesse, amely védi hazánkat, építi országunkat. Kérünk, áld meg és szenteld meg, hogy 1956-os szabadságharc eseményeiből mindannyian erőt meríthessünk belőle. Amikor ráemeljük tekintetünket, jusson eszünkbe nagy és hős elődeink példája, kitartása és hozzád való hűsége. Emlékeztessen ez az emlékmű nagyapáink és nagyanyáink hősiességére, a jövőbe vetett bizalmára, és soha se felejtsük el, hogy az ő emlékük kötelez minket is a becsületes, közösségért és hazáért végzett munkára. Engedd, Urunk, hogy ezen emlékmű tövében összefogás, kölcsönös bizalom, egymás iránti szeretet
és a gonosz elleni küzdelem egyesítse falunkat és magyar nemzetünket Krisztus, ami Urunk által. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon emlékműre, és maradjon rajta mindenkor. Amen. A megemlékezés a Hévíz Györki Petőfi Sándor általános iskola tanulóinak műsorával folytatódott. 1956 története nem csak forrongás és harc volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is. Maga a mennyország volt, az a 10 nap is. Boldogságban úszott az egész ország. A durvák megszelidültek, a zárkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezőek lettek, a keserűek mosolyogtak, sőt, a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek. Örömmámor áradt szét a szívekben. Jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak lenni. Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok. 1956 a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága volt. Szép és dicső. A balsorssal tépő történelmi idők közepette meleg sugárzás és fénylés. Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer világba borulnék. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én zászlónék, sohasem lobognék mindenféle szélnek, haragosa volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Az Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére összeállított dalcsokorral tisztelgett a hősök előtt.
Évízgyörkön az 56-os forradalom kitörésének 60. évfordulóján Terék József népzenész, zenepedagógus egy olyan ősi magyar hangszert szólaltatott meg, mely az 56-os forradalom leverését követően tulajdonosával együtt hagyta el Magyarországot, és csak az ezredfordulót követően tért vissza. A tárogató, melynek használata sokáig tiltva volt hazánkban, most a 60 évvel ezelőtti forradalom tiszteletére szólalt meg. Évízgyörkön az ünnepi megemlékezést koszorúzás zárta. Az újonnan felavatott emlékművet megkoszorúzta Vécsei László országgyűlési képviselő. Pest megye önkormányzata képviseletében Szerenka Tibor, a Pest megyei közgyűlés alelnöke, és Bazan Tibor, Évízgyör község polgármestere. A helyi önkormányzat nevében Gedei Tibor és Zabos István koszorúzott. A Hévízgyörki Petőfi Sándor általános iskola képviseletében Kustra Hajnalka, Gulyásné Kolesza Marian, a Sün Balázs óvoda nevében Szilágyiné Pápai Anna és Molnárné Tamás Bea rótta lekegyeletét. Berecki Erzsébet és Faragó Sándorné a Fidesz nevében, Nagy Sándorné és Kustra Pál az Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület képviseletében, végül Tóth Mózes és Szalai József a Hévízgyörki Polgárőr Egyesület nevében helyezte el a megemlékezés koszorúit. Pest megyében ezzel egy újabb akadály született a feledés útján, az 1956-os forradalom szimbólumát megjelenítő és annak hőseire emlékező alkotás felállításával Hévízgyörkön 2016. október 23-án.